Hello mindenkinek, ez itt a Harry Potter és a Főnix rendje végigjátszásának második része, amelyben most folytatjuk a kalandunkat. Méghozzá megyünk Fredhez és Georgehoz megtanulni őtőle illegálisan a stuport és a kapitulátuszt. No, ez jó volt. Hihetetlen, hogy nem és konkrétan innen folytatja, ahol a legutoljára befejeztük. És hogy egy tanár nyilvánosan hazugnak nevez engem. Beszéljünk Freddel és George-al. Ők kiárták az ötödiket. Ugye lehet látni, most kicsit lejjebb vettem a minőséget. Kicsit máshogy néznek ki, meg kicsit össze van nyomva az egész. Nem vagy én tudok korrigálni rajta. Annyit kell mondanom, hogy 800x600-as felbontásban játszok. És mondom, 60 FPS-ben vagyok, de így szaggat. És ezen én nem tudok változtatni. Ilyen szarul van optimalizálva a játék. Tehát ezért is mondom, hogy ahhoz képest, hogy direkt a filmre akartak hajazni, hogy direkt a film után akartak csinálni egy ilyen tie-in játékot, ugye filmadaptációt, hát én azt mondom, hogy kicsit várhattak volna még vele. Ha kb. Egy olyasmit tudtak volna csinálni, mint amilyen az izé volt a hatodik rész, olyannak kellett volna lenni az ötödik résznek, de nem annyira, mint ami konkrétan az lett, akkor én azt mondom, hogy jó. De bájos vagy. Tűnés Potter. Hogy? Tűnés takonypóc. Vannak jó beszólások, de néha... Tudnál szerezni nekem? Ott van. Furcsák. Na, átváltoztatástan udvar. Na és akkor itt találkozunk Freddel és George-al, és itt... itt fogjuk megtanulni az első támadó varázslatokat. Na, itt van közben a... Wingardium Leviosa! Itt vannak konkrétan ezek a jelképek, ugye a házjelképek, és ugye ezeket kéne tologatni ide-oda. Ebben valamit kéne csinálni. Semmit, hogy akkor leszarom, és beszélgetek velük. Mit akarsz kérdezni? Umbridge-ről van szó, semmi hasznosat nem tanít sötét varázslatok kivédéséből. Hallottuk. Szóval, segítsünk? Mit gondolsz, George? Szerintem ezeknek a kezdőknek az alapoktól kéne indulniuk. Pálcát elő! Na. Nos, a legjobb ellenfél a pálca nélküli ellentét. Bemutassuk, George. Örömmel, Fred. Most figyeljetek. Kétszer le, ez a kapitulátus. Kiváló, George. Tisztára, mintha ébren lettél volna órán. Most te próbáld, Harry. Kapitulátus! Most tanulj. Megcsinálj! Jó. Kapitulátus! Na. És akkor most jön a stupor. Ron is megtanulta. Tűnés. Kapitulátus már megy, de ha le kell törölni a mosolyt egy mardekáros képéről, nincs párja a stupornak. Fred be is mutatja. Ez a... Stupor! Barakanya... órajárás ellentétes irányban, ez a stupor. Stupor! Most tanítsd meg! Megcsináljuk! Stupor! Ennyi. Nem rossz. Nem is rossz. És most elnézést. Nem érünk rá. Mennünk kell, találkozóink vannak. Gyakoroljátok a varázslatokat, amikor csak ráértek. De kint gyakoroljuk? Bármelyik mardekáros megteszi. Viszlát később! És akkor most jön az egyik mardekáros. Várunk, ha kikerülsz Umbridge irodájából. Igen. Sziasztok. Igen, most így magamra hagynak, és most így egyedül egy 1v1-es küzdelmet fogunk látni. Keresel, Potter! Ladies and gentlemen, it's showtime! Hogy már! Kapitulátus! Tessék! Tudod!
Ennyi voltál, kis csicska. És akkor most menjünk Umbridge irodájába. És hát a büntetésnél beleírjuk a... Ráírjuk a kezünkre a hazudni bűnt. Ez konkrétan kínzás. Mert igazat mondtam. Én döntöm el, hogy mi igaz. Mi az ott a kezeden? Ezt a szöveget konkrétan nem mondták el magyarul, csak az a angol verzióban van ez benne. Hermionéval. Biztos tud valamit a kezedre. Hermione, nézd, mit tettem Bris Harryvel! Az a nő tényleg egy szörny. El kell mondanod Dumbledore-nak. Nem teszek Umbridge-nak ilyen szívességet. Egy kis szürtpácolt murtlapcsápoltat megnyugtatná a sebet, de meg kell néznem, hogyan kell elkészíteni. Kitalálom. A könyvtárba kell mennünk. Miért talán? Allergiás vagy a könyvekre, Ron? Hé, te ott lent! Na, és most végre beszélgethetünk a izékkel a izéket, de itt már rögtön nem tudunk mozogni, hanem direkt kényszerít arra a játék, hogy vegyem elő térképet, és menjünk a könyvtárba. Tehát jobb oldalt a személyeket kell keresni, bal oldalt pedig a helyszíneket. És akkor most irány a könyvtár. Hál' Istennek ABC sorrendben vannak, teljesen máshogy vannak írva, hogyha angolul játszod őket. Tehát le kell menni a T betűre, bejelölni, és a lábnyomok vezetnek a könyvtárhoz. Mi azt hiszem az első emeletnél lesznek. Minden rendben? Miért kell leoltani szegény gyereknek a fejét? És már megint miért a nyomvad fatörzseket irányítod? Ez a játéknak az egyik legnagyobb fekete levese, hogy nem lehet rendesen irányítani a játékot, mert vagy nem tudok rendesen mozogni, vagy a tárgyak nem úgy működnek, ahogy szeretnék, ahogy csinálnám. És ez így látványban lehet látni, hogy mennyire szenvedek velük, és hogy egyszerűen nem tudom lefordítani, hogy mit csinál a játék velem. Na, végre beszélgettünk ezzel a pojácával. Hogy beszélgessünk, hogy egy cikkeszét be kell gyűjteni, ami, ne kapaszkodjatok meg, hol van? Itt van! Ennyi a lényeg a játéknak. És azért, hogy átadjuk neki a cikkeszét, így kapjuk meg a mi cikkeszünket. Nem siettél. Figyelj, anyád. Nálam van a cikkesz, amit itt elvesztettél. Én most elvesztettem az enyémet valamelyik képen. Keresd meg a cikkeszt, és odaadom a tiédet. Ennyi. Rendben. Mit keressek meg? És te fogó lennél? Mit keressek meg, Harry? Milyen hülye kérdés ez? Bocsánat, elnézést. Az a te cikeszed? Mi? Milyen cikesz? Az ott, a fejednél. A vénység elvette a cikeszem. Minek neveztél? Süket, fajankó! Ide a cikeszt! Majd akkor, ha bocsánatot kértél. Mi a... Hogy mered? Egy nagyfogó megszerzi a cikeszt. Itt a díjat, Harry. És ezzel is lehet egy szintet lépni. 1843-ban dühítettek fel ennyire. Rég nem jártál már. Nem érdekez. Na. Konkrétan már második szintűek lettünk. Nagy lépcsőház második emeletén van egy titkos átjáró az egyik portré mögött. Igen. Most itt Hermione bevezeti a shortcutok használatát, amik ilyen portréos hátterek. Na most az képest, hogy levittem a kicsit a felbontást, így maradt a 60 FPS, nem zuhant le 20 alá, de ez a szaggatás, ez konkrétan a vertikális szinkron. Van néhány újdonságom szinkron. Nem érdekes, adjál már. Igen, és itt a lépcsők is mozognak, és konkrétan úgy lehet mozgatni a lépcsőket, hogyha éppen valamelyik irányba akarod forgatni, akkor ahhoz a korláthoz kell nyúlnod. És akkor még középúton is vissza lehet fordítani a forgást, ez mondjuk tetszik. Na, haladjunk szépen. Ott a Voro Futurus Unusos kép. Emlékezted még a harmadik szintén, hogy jegyezzük meg azt a képet? Na hát ő az. Egyben portréjelszó is. Shortcutként is működik.
Na itt az egyik sakbábú, a huszár. Vagy lovas, kinek hogy tetszik. Itt is egy szellemet tudunk összerakni még hozzá. Ez jól látom a hugrabugos pufogfráter. És ő az, aki például el is fog repülni mellettünk. Na, ha ez így működne az egész játék alatt, akkor azt mondanám, oké lenne. De nem, néha vannak ilyen problémák, hogy beakad, nem akar oda repülni, nem automatikusan megy oda. De kész, most láthatjuk, hogy a Fufog fráter, a Hugrabuk házi szelleme elrepül fölöttünk. Nem szeretnéd, ha valaki enyhíteni a fájdalmadat? Azzal tudnád enyhíteni a fájdalmamat, ha befognád a szádat. Ezzel nem tudunk semmit csinálni. Ezen se. Ezek nem mozgathatóak. Akkor menjünk tovább. Siessünk a könyvtárba. Éppen oda tartunk, nem gondoltad? Itt van még egy shortcut. De ez is alszik. Milyen volt? Elveszett az óra. Akkor hogyan fogod túlélni a sulit? Na. Akkor itt mit lehet használni? Csak a depulzó. Várjál, a szőnyeg. És a másik? Van egy másik is. Nem működik. Atya úristen. Invítóval kihúzhatjuk ezt a cuccot. És még be is analizálhatjuk. Na, még 20 kell. És akkor már harmadik szintűek leszünk. Hoppá! Ott mi van? Ó, oh, azt hiszem ez egy... Ez azt hiszem a király. Izé, vezér. A sakkban vezérnek is szokták hívni. De nem úgy néz ki, mint a király, de vezér. Na! Itt van egyébként ez a shortcut, akiről szó volt. Na, hármas szintűek lettünk. És ott van még egy szellem. Gyorsan össze lehet őket gyűjteni. Ez a szürke hölgy... Holoháti Edvig. A holoháti házi szellem. Wingardium Leviosa. És akkor még a véres báron maradt még hátra.
Na, és most beszéljünk a portréjal. Ez is alszik. Hát a lépcsőházban kellett volna beszélgetni vele. Hogy akkor azt csinálom, hogy feloldjuk a izét, a portrét, akkor azt csinálom, hogy visszamegyek a lépcsőházba. Meg itt van ez a, az ötödik szinten lévő izés. Őnála az van, hogy pont hugrabugost kell megkérdezni. De ez is alszik. Úgy látszik, hogy csak a lépcsőházban tudunk velük beszélgetni, mert máshol aludnának. De ezt csak akkor csinálják, hogyha nincsenek feloldva. Úgyhogy visszamegyek a lépcsőházba. Ó, ez Myrtle mosdója, nem ide akartam menni. Hát akkor csináljuk a legegyszerűbbet. Az a baj, hogy külön vannak kiemelve az emeletek. De így is jó. Harmadik emelet. Ja, megmutatom, hogy működik a zoom. Ez a zoom. Mi az, amit felfedeztél, mi az, ami nem. És mutatja ilyen kis, ilyen az Alienshez hasonló szívverő szenzorral, hogy mi az, amit még nem fedeztél fel. Tehát például a fákákat nem tudom fölgyújtani, mert pironíció kell hozzá. Fogd be! Háromszor kinyílt ugyanaz az ajtó. És itt vagyunk az első emeleten. Takarodj, Potter! Tűnés, takony! Te takarodjál, kis köcsög! Állja az utamat! Na! Most így vagyunk az első emeleten, most fölmegyünk a második emeletre. Itt van az a nő. Egy titkos átjáró törzöl. Ó, szívesen segítenék neked, de túl éhes vagyok. Nagyon, nagyon éhes. Ó, Barton. Karog a nyomra. Ismersz egy ilyen szót, amit tudnom kéne ahhoz, hogy átjussak? Hús és mártás? Ó, túl éhes vagyok. Ha megkérnéd Giffard Ebbotot, akinek a nagy lépcsősor alján van a portréja, hogy küldjön egy kis ételt, talán segíthetek. Nem sokkal, csak egy kis húszszeretet, egy bárányszombot, egy kis csirkét és marhát, meg talán egy kis süteményt, és nem túl sokat. Olyan éhes vagyok. Megnézem, mit tehetek. És akkor lent az alsó, ővele kell beszélgetnünk, ő küld föl neki kaját, és őt akkor tudjuk kinyitni, hogyha egy hugrabogost megkérdezünk. Csak annyit kell csinálni, hogy el kell menni a túloldalra. Így. Damara Dodridge azt szeretné, ha küldenél neki egy kis ételt. Damara Dodridge. Hamarosan kieszi magát a házból és a keretből, ha így folytatja. De jól van. Mondd neki, hogy megnézem, mit tehetek. Kösz. Van itt egy titkos átjáró? Nyugi fiú, ki van ott? Harry Potter. Bátor fickó vagy, de csak azok léphetnek be, akik a hugrabuk színeit képviselik, vagy tudják a jelszót. Hugrabuk? Rendben. Na. Ha újra fiatal lennék. Hát portréban vagy, tehát nem fogsz meghalni, szóval ennyit erről. Vagy megpróbálnak fiatalosan lerajzolni, vagy lefesteni. Na. Hey. Ott egy hugrabugos. Szia, Harry. Szia. Nem tudod véletlenül Giffard Ebbot festményének jelszavát? Azt mondta, segítenem kell egy hugrabugosnak. Hát, hallottam, hogy segítettél Cedricnek a trivágus tusán. A jelszó sárkány tojás. Köszi. És ellöki! Azt a rohadt élet! És köszi! Puff! És ellöki a francba! Nem akartam, de hát így alakult be, valahogy befagyott az aji. Én nem tehetek erről, komolyan mondtam, ez egyszerre vicces, én egyszerre borzasztó. Komolyan mondtam. Itt lehet lemenni az alaksorba, én már emlékszem. És itt egy csillagászos festmény is pluszba.
Hogy is jutottam fel, azt hiszem, ide? Nem lehet, itt len volt, várjál. Hát kell mennem a túloldalra, és azt hiszem valahol itt lesz. Ott van. Nagyon keszekusszák a lépcsők. Meg hát, mert mi mindig szeszélyesek. Itt meg ő alszik, az Istenben, őt kell megtalálni valahol máshol. De mindegy, tudunk sárkánytojást, meg hús és mártást kinyitni. Milyen szép nap ez a tagmáshoz. Na te hol vagy? Sárkánytojás. Hallom, hogy segítettél a Hugrabukház egyik tagján. Megérdemled a jutalmat, Potter úr. Kész. Most már tudjuk az ajtót. Miért na, nem ő kell! Talán megengedi, hogy használjuk a titkos átjáróját. Hello, egy titkos átjárót őrzöl, ugye? Most remélően kapcsoltam. Micsoda kíváncsi elme. Helyes a következtetés. Valóban őrt állok egy ilyen átjárónál, azonban csak azokat engedem át, akik elég éles eszűek. A szorgalom sikere? Úgy érted, hogy egy feladványban? Úgy bizony. Szeretném, ha segítenél meglelni a tudást. Kell keresned egy... Itt meg egy hollóhátosat. ...hollóhátos diákot, és meg kell tudnod, honnan származik hollóháti Hedwig. Egyszerű feladat, de hasznos. Na, itt most meg egy hollóhátost kell megkérdeznünk. És akkor ő elmondja, hogy mi a jelszó konkrétan. Most hát ő elmondja a választ, amit a portré kérdez. Nem. Ott van egy hollóhátos! Gyere! Hey, tudod, honnan származik hollóháti Hedwig? Igen, persze. Hollóháti Hedwig a völgyekből származik. Értem, köszönöm. Na. Az a jó, hogy a hugrabogosok és a hollóhátiasok nagyon jó barátok velünk. De sajnos a Mardekár az egyetlen, aki csicskáztat minket. Na, és akkor megmondjuk és megkapjuk a jelszót, a szorgalom sikerét. Hedwig a völgyekből származik. Kitűnő! Továbbra is hű vagyok a hollóhátházhoz. Az erőfeszítéseidet a K jellemző... Hogy az, hogy te vagy hű? Én vagyok hű, mert én tudtam a választ. Az út. Legközelebb egyszerűen a szorgalom sikerét említsd. Jó, és akkor beszéljünk még a... az ottani portréjal is. Te most szivatsz, nem már! Milyen szép nap ez a tagmáshoz. Siessünk a könyvtárba. Ne sietes, majd én megyek. Szeretnék arra menni. Arra mehetnék? Nagyon megköszönném. Az a baj, hogy sajnos kamerát nem lehet irányítani, mert sajnos itt statikus kamera van. De mi az Isten?! Jó, akkor ezzel menjünk. Nem igaz, hogy csak az egyik mozdul, akkor a másik tud utána mozdulni. Hát de ugyanaz az egy pozícióba megy. Ugyanaz az egy pozícióra megy, és te... Te... Megmentetted az életemet. Annyira felhúz, hogy nem tud beszélni. És közben még dumálnak is a fejembe. Jó. Oké, ezt megbeszéltük. Most már három... portrét is kinyitottam. És most megyünk vissza ahhoz a holohátos őrzőhöz. Vagy a sárkánytojásos csávóhoz, mert mind a kettő útja oda vezet. És akkor kinyitjuk, és már, de inkább a professzorhoz menjünk, mert ő rögtön a könyvtárhoz nyit. A szorgalom sikere. Az egészséges elme... És sajnos ezeket mi mindig nem lehet átugrani. Tehát ha valaki speedrunt akar ebből csinálni, annak... részvétem. Átment rajtam a szellem. Mi ebben az iszonytató? Én például mondjuk kedvelném, ha a szellem átmegy rajtam. Mert titok... Mert tisztában vagyok azzal, hogy át fog menni rajtam. Na ott kell a könyv, ami Hermione nénék kell. De nem ezt gondoltam, hanem... És most megmutatja még, hogy kell működtetni. Édes Istenem. Na, most fogja magát és elrepül egy másik polcra. És ez konkrétan még háromszor megcsinálja velünk. Az elsőhöz képest. És akkor egyszer csak meggondolja magát és lerepül az asztalra.
Ja, és ha már itt vagyunk a könyvtárban, akkor direkt van egy másik jelszó is, hogyha őt kerestük volna meg, akkor már rögtön a könyvtárba mentünk volna. A kutyafáját, ha ez nem Potter, mindent olvastam rólad, mindent, mindig írnak rólad. Igen, csak hogy nagy része nem igaz. Nem igaz? Ott áll feketén-fehéren. Biztosan igaz. Mondjuk napok óta nem volt a kezemben friss újság. Akkor inkább tart a szádat. Igen. Használhatom a portréd mögötti egérutat? Ó, nem, nem. Csak a személyzet használhatja. Mondjuk, tehetek kivételt. Mondd meg, mi a mai reggeli proféta főcíme, és átengedlek. Rendben? Na, erre nem emlékszem, hogy ezt ki mondta meg. Hogy megy a sorod? Minden rendben? Sajnálom. Megegyeztem, hogy előbb a Mardekár bajnokával jár. Aha, ez egy... itt is van egy varázslós. Oké. Hello. Remek. Idén lesz RBF-ünk. Alig várom, hogy Hát ezek nagy segítségek. Akkor nyilván valami nagyon fontos személytől kéne megtudnunk, hogy mi jár a reggeli profétában. Ugye a reggeli proféta, ez a Harry Potter univerzumban az újságos rész. Ugyanúgy, mint a Népszabadság, a mit tudom én, a Kontakt, vagy a Metro újság, ezeket kell elképzelni. És ezzel ismét mondom, hogy semmilyen politikai referenciát nem akartam ezzel előhozni, csak hogy gondoljátok, hogyha valaki nem tudná, akkor miről van szó. Vagy a Superman univerzumában a Daily Planet. Na, és akkor ezzel megbeszéltük a dolgot. Csodás napunk van ma. Csett, hozom Madame Zwickert. Az meg ki? Már itt lenne a seprű. Ja, és Oliver Wood után Ron lesz újra, Ron lesz a kapus. Na, és akkor itt van a könyv, és ennyi volt. Ez nem az a könyv. Mi? Ó, tényleg. Biztos megszökött. Húzódjunk félre, és nézzük meg ezt a könyvet. Hiszt is mértő mosdója. Az tökéletes. Na, és akkor menjünk arra. Há, betű. Hol van a legközelebbi részleg? Mértő mosdója. Ja, már ki is van jelölve. Bocs. Szorgalom sikere. Átmehetsz, Potter úr. Nem, még csak most jönnek át. Nagyon nehéz volt számukra átmászni az asztalt. Na. Ha már tudtam ezt a jelszót, miért ne? Egyébként voltam ott, szóval nagyjából vágom az utat. De errefelé is azt hiszem, akkor balra. Nem, jobbra. Ott az az ajtó. Haha, most már megvan. Mit keres ez a zárult részben? Egy normál könyv a varázslatok gyakorlati használatáról. Ez az. Gyakorlati használat. Fogadnék, hogy Ambrist tette oda, hogy ne varázsolhassunk. Gyerünk, tanuljunk meg egyet. És most tanult meg a piroiníciót. Ez az, végre gyújtogathatunk. Azt írja, hogy célozni kell a pálcával, aztán inteni vele így, aztán a varázsige. Na, és akkor gyakoroljunk a fáklyákon. Piroiníció. Ez a fellemozgás. A francba. Piroiníció. Remes, próbálj egy másik is. Piroiníció. Kész. Próbáld ki a lámpákon. Gyerünk, Harry. És most fel kell gyújtanak az összes fákját. Oh! Ami a tükrö? Ha! Ki lehet itt a titkok kameráját? Beszarok. Csak sajnos bemenni nem lehet. De még működik az átjáró. Egyébként Ronék vissza a 7. részben, nem, a 8. részben visszamennek, hogy elpusztítsák a Hugrabuk Helga korsója, serlegét, ami szintén Horcrux.
Így nyilván az összes lámpát fel kell gyújtani, nyilván. Jó, vagy ez csak izé? Ez csak izé tükröződés. Azt hittem triggerelődik. Piroiníció! Ne világítsatok, fáj a fejem! Jaj, se loltja őket. De aztán rájön, hogy jó, mi vagyunk csak! Te vagy az Harry. Mondtad, hogy meglátogatsz. Szia, Mirtil. Kínos. Ez igazán hasznos. Vissza kell vinnünk Hermione. A könyvtári könyvek kikölcsönzésre valók. Nincs ebben semmi rossz. Majd én vigyázok rá. Gyerünk vissza a társalgóba. Készüljünk fel a Rocksmorti látogatásra. Hey, de jó lesz majd. Ne menjünk a Rocksmortra. Sirius. Ja, igen, ez is. Így akadékoskodik. Nem hagy minket varázsolni. Mert Caramel szerint Dumbledore a Rocksmortban toboroz varázsló sereget. Valaki jön. Sajnálom, mennem kell. Francba! Remek! Voldemort a nyakunkon, Caramel még segít is neki. Szerinted mit tegyünk? És akkor egy kis változás, és itt vagyunk Rocksmortban, hogy összetoborozzuk a sereget. A híres D.A. Dumbledore's Army. Meg kell tanulnunk megvédeni magunkat, és Hambridge nem tanít. Akkor valaki más kell. Ki akarna tanulni tőlem? Na és itt már rögtön beleegyeznek. Valóságban szembenézni ezzel. Más, mint az iskola. Mikor a haláltól hajszálnyira vagy. Vagy végignézed egy barátod halálát. Itt már rögtön megbíznak benne. Tehát nem úgy, mint a filmben, hogy izé, hogy még bele se akartak izé menni. Voldemortot. Mind jelentkeztek. Na. Meg kell találnunk Neville-t. És akkor... És akkor most, innentől a sztoriban most jön az a pillanat, amikor az összes tagot össze kell gyűjtenünk. Még nem most, hanem most még Neville-hez kell elmennünk, ahol, ahol megpróbáljuk kinyitni a hetedik emeleten lévő szükségszobáját. Akkor meg is tanulj, akkor is... Fogunk játszani a piroiníciónál, hogy kinyissuk a bőbáj órát, mivel hogy azt beizélték a növények, és azt csak is piroinícióval lehet elégetni. Ha megmozdulna a lépcső, akkor megnyugodnék. De nem tudom, mert az a mozog, úgyhogy ennek kell elindulnia a legközelebb. Ott van még egy portréjelsz, ami konkrétan a kikötőhöz megy, a dokkokhoz. A csónakházhoz vezet. De érdemes lenne egyből feloldani. Hello, használhatnám az egér utat? Keresd meg a három arcú embert. Ő megmondja, mit hozzá nekem. Mit jelentsen ez? Három arcú ember. Nem, vissza! És most fordul vissza. Ja, ide kell menni. Sárkány tojás. Tartsd meg a bátorság. És elvileg az udvaron lesz szerintem. Nem, bent lesz, mert mondom, a növényeket kell majd elizélnünk. És itt van még egy portré egyébként. Ő. Bimba professzor megfog. Egy átjáró törzöl? Nem mondom meg. Addig nem, még bámul. Nem. Amíg bámul, nem. Ki? Ő. Amott. Hát nem látod? Nem akarom, hogy még egyszer rá kelljen néznem. Elmegyük megnézni, ahogy... Szóval... Le kell húznunk ezeket a függönyöket, mégpedig azzal, hogy a negyediket, mégpedig azzal, hogy a páncélokat megjavítjuk, és így a szem eltakarja. Ez az én falam!
Igen, ez az! Nevetséges! Szobát kértem, kilátással erre! Ez! És akkor végül megkaptuk ennek is a jelszavát. Csak most hirtelen nem tudom, mert nem triggerelődött a izé, mert én most a címerrel bajlódtam. De egyébként őnek is megvan, azt hiszem a... valami óramászó fanyűvők, vagy mi a neve? Köszönöm. Ja, mi csak most mondja. Az egyikük, biztosan ő. Menj át gyorsan. Legközelebb... Lángoló fülbemászók. Lángoló fülbemászók. Na, azt nem tudom hova veszed, de most már ez a szob... ennek a portrénak is a jelszava megvan. Szép növény. Nem tudom, mi a baj. Sárkánytrágyát kevertem az ördögúrok komposztjába. Most meg egyre csak nő. Bimba professzor haragudni fog. Mi majd segítünk. Kösz, Harry. Próbáltam piroiníciával elégetni, de egyedül nem megy elég gyorsan. Akkor lássuk, négyen sikerül. Aha, ez is több személyes piroiníciról van szó. Ennyi. Csak így tovább, a fele már kész. És akkor már bejjebb tudunk menni. Ígyni. Megcsináltuk. Bent még van. Nem csináltuk meg. Gyerünk! Jó van, megyek már. Na, azokat kell még megtisztítanunk. Egy pillanat, de még ide bemegyek, mert itt van valami. Ha így nő, befonja az egész Roxfortot. Ördög urak, ez ölte meg Oment a minisztériumból. Illetve ez szorogatott minket a bölcsek kövért való megszerzésért. Mindjárt meg vagyunk. És... kész. Kösz, Harry. Azt hittem vége. Nincs mit nevél. Szólt Hermione, hogy találtam egy gyakorló helyet a DS-nek. Igen. Hol van? A hetediken. A szükségszobája. Kövessetek. Na, most vissza kell mennünk, de egy pillanat. Varany tudva. Remélem soha többé nem kell lennem. Egyszer elég volt kopoltyút növeszteni. Na, most már tudjátok, hogy mi ez a Jillyweed. Wingardium Leviosa! És ezeket nem lehet megmozgatni? Nem. Csak az öntözőkannát. Hát azt lehet mozgatni. Hát ezeket tök fölöslegesen. Itt a mandragóra. Ezt nem szabad fülvédőnél kell felhúzni. Itt lehet felhúzni a fülvédőket. Meg hát ide be se lehet menni. Ez csak azért, hogy titok feloldás legyen. Természetesen ott mindenhol mandragóra van. Köves. És ez most a story script miatt van. Tehát most levágta minket a játék, hogy a hetedik szobába kell mennünk, úgyhogy szépen bemegyünk. És a hetedik emelet legutolsó szobájába megyünk, és itt lesz majd a szükség szobája. És itt van a csillag, itt van ez a csillagász, akit az alsó részen is fel lehet oldani. Az a baj, hogy ő még mindig alszik. És akkor... itt az ajtó. Itt van. Hol? Igazán kell akarnod. Gondolj arra, hogy mennyire kell egy gyakorlóterem. Megmutatjuk Umbridge-nak. Kell egy hely, hogy megtanuljuk, hogyan harcoljunk Voldemorttal. Megmondtam. És feloldódik a szoba. És itt vagyunk bent a szükségszobájában. Keresni a többieket és megmutatni nekik a szobát. És itt vagyunk a szükségszobájában, itt fogjuk megtanulni a további támadó varázslatokat. Felír
Írom a DS tagok listáját a hirdetőfalra, így látjuk, ki van még hátra. A tekergők térképén megtaláljuk őket. Na, és innentől kezdődik majd az embervadászat. Akarom mondani, az emberkeresés. Próbálkoztam a protégót. És megtanuljuk ugye a protégót, ugye Neville, ha megszólal, akkor, ha nem szólalt volna meg, akkor most nem tanulnám meg a protégót így magunktól. Nézzük, hogy a könyv ír-e valamit. Mutass rá a pálcával, aztán inteni kell vele így. Ah, ez a kettő fölfele. Oké, Neville, megmutatom. Utánosz. Na. Ezt akkor kell csinálni, amikor Ron támad. Protégo! Stupor! Rendben, csak még egyszer is megjegyzem. Mutasd meg megint, Harry. Na, még egyszer! Stupor! Ennyi. Neville jól csinálta. Brilliáns. Jó volt, Neville. Nem hittem, hogy sikerül. Nézzük meg. Na, és akkor most összesen 28 embert kell összegyűjteni, de nem már, de így megvan ugye a trió és Neville-el együtt. Most a többieket kell összegyűjtenünk, illetve itt a hirdetőtáblán tudjuk megnézni, hogy kik vannak, illetve ott van Cedric képe, illetve a régi Phoenix rendjének a tagjai is ott vannak rajta, ugye Hagrid, Albus, Neville, Neville szülei, Harry szülei, Sirius, Lupin, Tonks, Rémszem, meg a többiek. Féregfarg is ott volt, amíg át nem állt Voldihoz. Na, és akkor innentől veszi kezdetét az embervadászat. Ugye ABC sorrendben vannak itt elhelyezve a személyek, de nem úgy kell követni az ABC-t, mint ahogy gondolná az ember, amit folyamatosan... vannak az emberek. Tehát akkor például Angelina Johnson a csapda a trófeateremben, a szükségszobájának felkutatása, hogy Anthonynek segíteni kell, hogy hogy lehet. Cho Chang itt benn van a bagolyházban, Colin Creevy-nek a fényképezőgépét kell visszaszerezni, Dean-nél segíteni a vízköpőket keresni, Dolores Umbridge-nél ugye Ginny Weasley-nél kell segíteni, Ernie-nél a bájítal hozzávalókat kell összegyűjteni, Flip-Flip professzornak lesz, a tanároknak is van külön mini küldetések, ahol kiváló vizsgákat kell csinálni, ugye ezek azok a vizsgamini játékok, Lee Jordan, Freddie George a tűzi játékot elkerejtenik a kikötőben, a csónakházban, akkor Ginny Weasley-vel is itt kell találkoznunk, hát nyilván itt van, ő van legközelebb, úgyhogy ő hozzámenjünk a hetedik emelet a klubhelységbe, a Gryffindor klubhelységre, de nem ma, úgyhogy ezt elmentjük. És akkor, hát 17%-osan meg van csinálva a játék, már hát így haladok előre, tehát éppen 20 alatt vagyok. Szóval ennyi voltam mára, köszönöm szépen a figyelmet, és kezdetét veszi. Hát, akkor maradjunk ennél, mert nem fogunk megölni senkit, de hát embereket kell összegyűjtenünk. Ja, kezdetét veszi a toborzás. Na, ez a megfelelő szó erre. A következő részben embereket fogunk toborozni, ráadásul az ezüst trió második tagjával, ugye Luna és Neville mellett Ginny az ezüst trió, akik majd az arany trió után ők veszik fel a fonalat. De ez csak egy ilyen érdekesség, meg fanfiction, meg mit tudom én. Na mindegy. A következő részben Ginnyvel fogunk találkozni a hálakörletünkben. Ennyi voltam mára, köszönöm szépen a figyelmet, további jó szórakozást mindenkinek. Sziasztok!